Jó, hát akkor most folytatjuk nagyon gyakorlati részekkel. Kicsit foglalkozunk a pránájával és a bandákkal. Jó? Most ebből az anyagból, ami most le lesz adva, meg föl, amit fölveszünk, csak a leggyakorlatibb részét fogom mondani, ami azt jelenti, hogy amit az órákon be tudsz építeni és tudsz használni. Tehát a pránájám részhez és a bandákról szóló részhez majd lesz több elméleti anyag. Most egyelőre azt szeretném fölvenni, amit ti nagyon praktikusan tudtok gyakorolni a saját gyakorlásatokban is. Meg tudjátok esetleg, be tudjátok tenni az órába, de egy kicsit több idő van az órára, vagy maradt az órából még idő, és akkor még el lehet hinteni esetleg egy banda gyakorlatot, vagy egy kezdő légző gyakorlatot, akkor ezeket fogjuk most fölvenni, meg bemutatni, még erről mondok egy pár szót. Jó, de nem ez lesz a teljes pránájám meg bandákról szóló elméleti anyag, ahol már lesz külön előadás, mondom, azt szeretném, hogy annyira tanuljuk meg ezeket a gyakorlatokat, amennyire szükséges ahhoz, hogy a saját gyakorlásokban tud használni, meg az órán tud használni. Kezdjük először talán a bandákkal. Ugye van jogában, használunk ugye különböző energetikai elemeket. Ez már általában inkább a haladó jogára igaz, mert amikor bejön az ember az első joga órájára, és akkor próbál neki mondani, hogy először tanulj meg legalább az ászanák. Ismerkedünk az ászanákkal. Megmutatod a gyakorlatot. Általában az első órákban az embereknek, hogyha nem csak valami olyan táncos vagy bármi mozgással foglalkozó személy, általában közel nincsen az ászanákhoz. Tehát, hogy éppen nem tudják, hogy mi a csípőjük, nem tudják mi a lábukon mondozni, hogy fordítsd be a csípőt, esetleg képzelnek, hogy. Szóval nagyon-nagyon nincs az embereknek manapság testtudata vagy mozgástudata. És először azokat kell mindig megtanulni. Amikor jönnek az embernek az órájára, és akkor tudod, azért az órákon beszélsz arról, hogy vegyél légzés, melyakasi légzés, ilyen légzés, olyan légzés, például valamelyik nap oda jött hozzám egy hölgy, és akkor mondta, hogy most már volt 10 jóga órán, és valami aranyos kedves, meg minden, és így mondta, hogy az órákon levette azt, hogy vannak különböző légzés típusok, meg lehet, hogy olvasott is róla, és tanítsam már meg neki, hogy pontosan ez az egész ujjayi légzés, hogy meg mind megy, és hogy akkor őszintén szeretném, mondom, oké, tök jó, egyenlően foglalkozás semmivel, vegyél levegőt. És ez az a projekt mondjuk 2 évig, először így nézett. Mondom, figyelj, egyenlően ameddig az ászanák nem mennek, nem tudom, hogy pontosan hogy, meg azzal küzdök, egyelőre semmi más nem fontos, csak hogy az orrodon keresztül szépen vegyed a levegőt. Tehát ez fontos lesz majd nálatok is, amikor jönnek és akarnak vele menni, hogy így a pránájám és úgy, tök jó, semmi. Egyelőre majd amikor azt látom, hogy szépen tartod az ászanát úgy, ahogyan kell, és mellette hallom a légzést az orrodon keresztül, akkor utána elmehetünk abba az irányba, hogy ő hogyan bandák és milyen specifikus légzés. Egyelőre tanuljuk meg azt az ujjayi légzést, ugye, hogy veszed az orrodon keresztül a levegőt, szűkített torok, és akkor ennyien morajló hárhangot képezed, szépen, hosszan, mélyen, kiegyensúlyozottan lélegzel. Ha már ez megy, akkor annyi minden mással lehet foglalkozni, ameddig ez még nem, akkor nem kell erőltetni. És a mi saját gyakorlásunkban is nagyon fontos az, hogy igen, figyelünk, próbálunk minél több dologra figyelni, de ez legyen az alap. Nálam, amikor ez az ember saját gyakorlás, meg én is tapasztalom azt, hogy az ember elkezd gyakorolni, saját gyakorlását csinálja, és ugye ha már egy olyan ászanát, vagy egy olyan sorozatban mész bele, elkezded gyakorolni, ami nem mindennapos, én is észreveszem magam, hogy jó, ott most itt a légzés már nem elmaradt, totál elfelejtettem most milyen, hogy banda, stb. Vagy az, hogy csinálsz egy alapgyakorlatsort, és mondjuk amikor a Ricardóval elkezdtünk gyakorolni, és olyan szinten belement a részletekig, hogy én azt gondoltam, hogy ez a világszem tök egyértelmű. És akkor mondta, hogy nem, még a könyök így, az ujjad így, a hüvelykúj, meg a mit tudom én, meg a csukló
tud, melyik csuklót, hogyan. És ahogy elkezdte, emeld el a padlótól, ne legyen rajta, mert akkor már amint elemeled a padlótól, ops, elkezd bulusz fel, akkor rá kell nyomni itt egy másik izomnak, és azonnal kiugrott a légzés, vegye levegőt. És akkor ott volt, azt hittem, hogy egy egyszerű gyámos érkezzen, közben tudok levegőt venni, meg a bandákra figyelni, aztán amikor elmondta ezeket a részleteket, és hirtelen elkezdtem arra figyelni, onnantól kezdve megszűnt. Tehát ez nagyon-nagyon szépen tudatosan építjük fel a gyakorlásunkat is, hogy ászanák, utána közben valahogy csak jegyezd meg azt, hogy vegyél levegőt, ez majd meglátjátok, ez egy jó pár évig feladat. És akkor utána, hogy milyen bandákat hogyan feszítesz, és akkor az meg szépen épül rá. Az elején már elkezdünk beszélni, mert egy alapórán is néha azért. Én az alapórán annyit szoktam mondani, hogy has körüli izmokat megfeszíted. Most aki már kicsit olvasott bandákról, meg izomzárak, stb. Akkor az tudja, miről beszélünk, aki meg nem, az első pár óráján van, annak meg felesleges elmondani, hogy most milyen. Néha bele szoktam menni, amikor már több haladó ember van, és mondjuk egy-két új csak, akkor már néha elkezdik beszélni finoman a bandákról, hogy van a banda, Udiana banda, és akkor ezeket alul megfeszítve ott energia felhalmozódik, szépen áramlik az energia, ennyit szoktam mondani, meg többet nem kell tudni, aztán valaki később már oda jön, és akkor megkérdezi, akkor mondom, hogy jó, itt meg itt olvasni, vagy elmagyarázom neki, mennyire tudja a praktikusan használni, de ez már azoknál a gyakorlóknál kell, amikor valaki már tényleg hónapok óta gyakorol, és már szépen mennek neki dolgok, akkor lehet adni ilyen dolgot. Tehát nem kell itt az első órán talán, hogy csomó új ember van elkezdeni mindenféle évvel, hogy így állod az energia, a szus után, és a vizit megy, és hogy feszíted, akkor ez nem annyira. Tehát itt nagyon alap dolgokat kell megtanulni, tehát azért nem akarok most belemenni szinte, de mert most azt mondom, praktikus dolgokat fogunk menni. Az alapinformációk lesznek meg a bandákról, és akkor utána meg majd belemegyünk majd az elméleti részben az, hogy ennek pontosan még a hatásai meg tudjátok, de ezeket nem kell elmondani majd egy alap órán. Szóval bandák, az ugye van 72 000 nádi a testben, rengeteg energiacsatorna, van ugye a 7 csakra, van a gerinc mentén a Sushumna nevezetű energiacsatorna, és még amellett van másik két energiacsatorna, amiből ugye a nap, hold energiák azok ahogy áramlanak, az a cél, hogy azokat az energiákat belevezessük a fő energiacsatornába, és onnan szépen áramlik az energia föl a koponya irányában. Ez rengeteg jó hatása van, erről fogunk majd később érben beszélni az elméleti órán, de egyelőre az a lényeg, hogy három izomzárat szoktak használni jogában, ami beindítja az energiaáramlást, ez a lényeg. Tehát Mula banda, ez az alsó, ez a gyökérzár. Van az Udiana banda, az a gyomorzár. És a Jamanda banda, az pedig a torokzár. Ezek úgynevezett olyan izomzárak, tehát ez egy energetikai gátat képez. Amikor megfeszíted a megfelelő izmokat, akkor ott fölhalmozódik a prána, az életenergia. És erre megvan a módszer, hogy hogyan feszíted meg azokat az izmokat. És ugye ezzel a három izomzárral, ugye az alsó, a középső és a felső izomzárnak az összekötésével elkezdett tudni áramoltatni a gerinc mentén az energiát. Ez a bandáknak a lényege. És minden más bandának, ugye az alsó két bandának is megvan a szerepe, például az Udiana banda, ugye ez a fölfele repülés, ugye ez a jogik, hogy hogyan tudják emelni magukat könnyen, ez például az Udiana bandának a teljesen profi használatával lehet azt elérni, hogy valaki jóval ne legyen gravitáció. Tehát amikor látsz egy régi gyakorlót, egy 20-30 éve jogázó személyt, és nézed, hogy úristen, Amerikában is milyen könnyen emelte magát, az azért van, mert az Udiana bandát nagyon el tudta sajátítani ennek az energiának használatát, mert ezzel tudod könnyíteni a testet, ezzel tudod kiiktatni jóformán a gravitációt. Ugye ez
ezt a jóga levitációs levegős dolgot is, az ember ennek az energia, tehát az ujjára gondol használatával lehet megvalósítani az dolgot, hogy nem lesz jóformán súly, és akkor könnyen tud emelni magad a pózokba, benne tudsz maradni a pózokban, anélkül, hogy ezt mindenki tudja, hogy a az energiaáramlás, ugye a testben, a testnek vannak finom energiái, ezeket pránáknak hívják, van ötféle prána, felfelé meg lefelé áramló pránák, ezeket szintén el lehet olvasni a Yuval Mudra Asana Pranayama könyvben, ott vannak leírva, hogy milyen pránák vannak, hol helyezkednek el, melyik megy lefele, melyik fölfelé, és ezeket a pránákat elkezdjük használni, elkezdjük áramoltatni. Ez lesz majd a lényeg egyébként a jógi, amikor elkezd először ászanát gyakorolni. Az ászanákkal kitisztítja a testben lévő, tehát próbál egy tökéletes meditációhoz tökéletes testet elérni. Kitisztítod minden lerakódástól, stb. Akkor elkezdjük tisztítani a hozzáépítve a pránájával, elkezdett tisztítani az energiacsatornákat, ilyen nádikat szépen kitisztítani, az elakadásokat, a csakrák működését, és a bandák használatával pedig még jobban belemész a test energiaáramlásának a használatába. Tehát a bandákkal és a pránájával az ember megtanulja áramoltatni, használni ezeket az energiákat, és amikor a jóga filozófiai részben ugye beszéltünk arról, hogy a jóginak mi volt a célja, és ugye volt a kezdő jó, magyaráztam azokat a dolgokat, hogy a jógának az volt a célja, hogy végül leülj, az Ashtanga jógában például, és amikor a pránájának a tökéletességét elérted, hogy az életlerejű mozgását megállítod, és ott ugye a bandáknak a gyakorlásával áramoltatod az energiát ugye ezekben a csatornákban, megállítod az életlevegőket, akkor fogsz tudni figyelni. De ez volt a célja, és ugye ezek a gyakorlatok, a pránájában, a banda gyakorlás, az ászanák közül arra tanít meg bennünket, hogy itt az energiákat szépen tudjuk áramoltatni. Jó, és az meg majd később egy nagyon-nagyon meditatív állapotot fog okozni. Minél fejlettebbek vagyunk ebben, annál könnyebben fog menni a gyakorlás, és annál jobban egy meditációs gyakorlat lesz inkább, mint egy tornázás. És ugye a cél az meg az, ugye a hatha jóga, az a kezdő rész, a rádzsa jóga, az a magasabb rész, vagy a Patanjali rendszerében, az Ashtangában ugye a magasabb szintjei, ugye a negyediktől fölfelé, vagy inkább a második, vagy az utolsó kettő szint, az már a meditációt, mert az ember nem átszanák a gyakorolt ülszót a szülésben, érzékek visszafogva, vonva, légzés leállítva, és akkor ugye meditálunk azon, ami a cél, a jóginak a célja, és akkor az önmegvalósítás meditatív állapot, ez már csak akkor van, amikor, vagy illetve a jogának ez a fejlettebb része, és az összes többi dolog az ezt szolgál, de ez már minden a jóga filozófia részben. Szóval fontos megtanulni áramoltatni ezeket az energiákat, és ez a saját gyakorlásunkban is majd akkor fogjuk látni, főleg, hogyha valaki a hatha jóga után elkezd egy kicsit astangázni, és akkor ott már mennek ezek a vinyász, a kiemelések. Ez is az összes kartámaszos gyakorlat, például az Ashtanga sorozatban is, főleg a harmadik rész, a harmadik sorozatban, azt valószínűleg még nem gyakoroltátok, de hogyha valaki elkezdi gyakorolgatni, akkor de már az egyesben is, tehát ott van például a Bakászanánál, ott amikor kitartod magad, és ott már elkezded, az összesen kitartod gyakorlatban már elkezdenek dolgozni a, ugye, hogyha nem feszíted a bandákat, hasizmokat, vagy fitnessben hívják úgy, hogy core izmokat, akkor nem tudod magadat kiemelni, kitartani, tehát kell ott azon, hogy fogok mutatni a gyakorlatokat, ami a banda fejlesztő gyakorlatok. És mit akartam bekérdezni? Hogy ezek a gyakorlatok, ezek rákényszerítenek arra, hogy elkezd használni ezeket az izmokat, izomzárakat. És aztán a többi ászana közben is, amikor rájövünk arra, hogy hogyan működik ez a gond, akkor utána bele tudod építeni azokba is, ami nem feltétlenül szükséges, mondjuk egy előrehajlításnál a bandát, azt hogyan használod. Elfelejtjük, mert nem effektíven nem kell
a gyakorlat nem kényszerít rá, hogy aktivizáld a szobondát, egy előrehajlítás, ugye azt lehet egyszerűen előrehajolsz, és akkor ezért. Viszont, hogy a bandákat, amikor használod, belégzés, kilégzésnél vas behúz, aktív a vas, és úgy hajolsz előre, egészen más történet lesz. Szóval meg kell tanulni használni az átszanák végzése közben, és akkor meg fogod látni, hogy elindul egy másik dimenziója a gyakorlásnak. Hát ha már csak a légzést hozzáteszed az ászanákhoz, egy intenzív légzés, már akkor más történik. Egyből elkezded, hogy az oxigén többlet van, fú, lesz több erőd, elkezdesz izzadni, iszonyatosan fölmegy a test, nyirokrendszerben indul, kezdesz. Másképpen viselkedik a test. És aztán, amikor meg szépen már ezeket a bandákat tudod használni, akkor elkezded tudni észrevenni azt, hogy hát már nem vagy olyan nehéz. És ki tudom emelni magam az elején, akkor próbálgatod ezeket a gyakorlatot, és emeld ki magam. Hát én nem tudom kiemelni magam, mert rövid a kezem. Hát csak álltam ezek a... Meg nem tudom kiemelni, mert rövid a kezem. De hogy is rövid, mindenkinek ugyanaz. Csak emeled a bandát, és akkor emelkedik a többi dolog, nem marad benne. És akkor minden lemarad. Na, és akkor ugye a bandákat, amikor meg tudod használni, ez egy jó pár év, amikor elkezded észrevenni, hogy most már kicsit jobban megy a kiemelés, most már ahogy ennek is megvan a technikája, hogy egy nagyon normális vinyászánál, hogy amikor emeled magad, akkor veszed a levegőt, általában mindenki megszokja azt, hogy ugye kumbakára, vagy ilyen légzés visszatartásra emeli magát. Nem. Úgy emeled magad, hogy vesz a levegőt. És az egy, nekem is nagyon hosszú idő volt, mire így próbáltam megszokni, hogy mindig mást szoksz meg, mint a régen, akkor sportoltál, húzóckodtál, és akkor veszel egy nagy levegőt, és akkor úgy vagy, akkor ráadásul a súlyemelés az meg... És akkor megtanítják mondani a szölt. Most üvölcs, tanulsan hallják, hogy itt volt. De nem, pont emelés az egy másik történet, másképpen nem. Mozognak. Mindig kilégzés, ugye ez a vinyászna szisztéma, hogy belégzésre emelkedsz, kilégzésre mész bele, ez jó, mert így működik. Szóval a bandáknak a használata az egy nagyon-nagyon fontos dolog, és ezt majd a haladóbb tanítványoknak, vagy akiknek tartjátok az órát, azoknak is még nem tudják ezeket, akkor ezeket lassan el lehet kezdeni elhinteni, hogy has körüli izmok megfeszítése az azzal jár, hogy a banda, ugye a banda, ami pedig a rekeszizom, vagy a gátizomnak a fölfelé való emelése, a alsó záróizmoknak a fölfelé való emelése, a megfeszítése, az úgy jár a banda, az meg a köldök körüli hasizmoknak a gerinc irányába való behúzása, megfeszítése. És akkor általában ezt az két alsó izomzárat használjuk, a torokzárat bizonyos gyakorlatokban építjük csak hozzá, ezt majd el fogom mondani az ászana gyakorlások közben, mondjuk lefelé néző kutyánál, hátrahajlító gyakorlatoknál, mondja a bandal, azokat ritkábban használjuk, meg a végén van az, hogy ugye torokzár, és akkor ugye a meditáció belégző gyakorlatoknál ott viszont majd fogjuk mind a hármat összekötni. De az ászanák nagy részénél inkább csak a két alsó izomzárat fogjuk használni. Haladó verzió, mondjuk például a astangában minden gyakorlat közben igazából az elejétől a végig feszítve kellene legyen. Ez egy nagyon fejlett történet, ez nagyon sok, ez 10-15-20 év gyakorlás az, amikor te végig tudod a bandákat tartani. Általában azt mondtam, hogy legalább kilégzésnél feszíts meg. Tehát itt az alapórán is vannak olyan instrukciók, hogy kilégzésnél a hasizmokat megfeszíted, fölhúzod, hogy akkor aktívan tartjuk a bandákat legalább kilégzés alatt. Aztán valakinek mondom, ezt sem kell mondani, mert nem kell összezavarni, ne figyelj az ászanára, utána figyelj arra, hogy az ászanára közben vesz levegőt. Jó, szóval ez a felépítése ezeknek a dolgoknak, hogy hogyan jutunk el a bandák használatáig egy órában, hogy először ászanára figyeljen, közbe vegyen levegőt, aztán, hogy hol vegyen levegőt, meg most mellvasi légzés, meg akkor az egy picit építheti tovább, utána egy a vas körüli izmoknak a megfeszítése, az meg majd legyen egy későbbi dolog, és egészen haladó gyakorlóknak, amikor már évek óta jár hozzá jogázni, ez hát egy évek óta tanítasz, évek óta jár hozzá jogázni, akkor, és már gyakorlóknak,
például minden mondából tartasz, az az igazság. Mindent a test központi része, ugye most kezdenek a fitnessbe rájönni, ez, hogy mennyire fontos ezek a korizmok, főleg TRX, meg most minden erre épül, hogy ez a rész a fontos. Igen, mert innen áramlik az energia szét. Tehát az összes házanában, az egyensúlyozó gyakorlatokban is mindenre mondják, hogy ezt bandából tartod. Tehát egy láb kiemelést, utítva azt a pandemustán, szóval amikor csípőn van a kéz és emeled a lábat, vagy az astangás gyakorlatokban a lábemelő pózoknál. Nem karból tartjuk igazából, szoktam én is mondani, amikor néha csináljuk azt a gyakorlatot. Emeld fel a lábat, és igazából engedd el és maradjon ott. Mert azt jelenti, hogy ezt bandából tartod, nem a kezedből, hanem befeszíted, és minden, és az egyensúlyozásban is minden. Amikor itt feszes, a póz fix lesz. Nem lábból, talból, meg minden. Persze, összedolgozik az egész, de a legfontosabb rész az a központi történet, mert itt összegyűjtöd az energiát, innen áramlik az energia lefelé, fölfelé, mindenhova. Tehát a bandák azok nagyon-nagyon fontosak a jogában ezeket megtanulni, használni. És vannak bizonyos banda gyakorlatok, amik meg igazából rásegítenek arra, hogy ezeket a bandákat tudatosítsuk. Tehát néha le lehet ülni, meg nem néha, most itt akik oktatók, mindenkinek mondhat a magánházi feladatnak is, hogy ezeket az átszanál, banda gyakorlatokat, ha nem is minden nap, de mondjuk hetente kétszer-háromszor, az lenne a legjobb, hogyha minden nap tudna valaki 15 percet arra rászenni, hogy rájárnázik, vagy pedig